A Szabolcs-Szatmárberek megyei család esélyteremtő és önkéntes ház pályázatot hirdet az Év Szabolcs-Szatmárberek megyei önkéntese címmel a megyében ilyen tevékenységet végzők elismerésére. Három ilyen önkéntest fogunk idén díjazni, és a díjazásnak az a célja, hogy kiemeljük azt a munkát, ami ebben a megyében az önkéntesség területén zajlik. 2020. november 26-án 16 óráig várjuk a jelöléseket. A szabolcs-cic.hu honlapon megtalálható, de a Hierotos Facebook oldalán is megtalálható, és a Kölcsei TV-nek is köszönöm, hogy ezzel a hírrel ők is hírt adnak erről a lehetőségről. Várjuk civil szervezetek, magánszemélyek jelöléseit, és aztán egy háromtagú zsűri fogja ezeket a pályázatokat átnézni, elbírálni és szakmai jelleggel a három címet kiosztani. Mindenképpen szeretnénk, hogy a díjazottak reprezentálják azt, amilyen színes a megye önkéntes világa, és már azt is el tudom mondani, hogy az a célunk, hogy ez a díj ez ne egy év folyamot éljen meg, hanem legyen jövőre és azt követően is, tehát váljon ebből hagyomány, hiszen azt gondolom, hogy nem három olyan önkéntes van a megyében, aki díjra érdemes, most ennyit fogunk díjazni, de minden önkéntes munkáját köszönjük, az önkéntesek világnapja az erre egy jó alkalom, és szeretném önöken keresztül is minden önkéntesnek a munkáját megköszönni, és itt az adventi időszakban is tudjuk, hogy ők folytatják ezt a munkát, sok erőt, jó egészséget, a mindenható Isten gazdag áldását kívánom az ő munkájukra. Jelentkezni 2020. november 26-a csütörtök 16 óráig lehet. Minden további információt megtalálnak a szabolcs-cic.hu oldalon.